Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések valamennyi nézőjét. Folytatódik sorozatunk Sinka Jenővel. A Gulág, amiről tilos volt beszélni, címmel indult, és immár negyedik részéhez érkeztünk. Mi lesz a mai előadásnak, ha fogalmazhatok így a témája? Mindegyik alkalommal egy-egy témakört dolgozunk fel. Ennek most az a címe, hogy az elhurcolás folyamata. Nos, hát akkor nézzük meg, hogy mi is tulajdonképpen az elhurcolásnak a folyamatai. Mert hát ez is egy kezdete volt annak, hogy hogyan jutnak el odáig. Kérem szépen, elfogás és begyűjtés ebben a részben arról van szó, hogy hogyan is fogták el azokat az embereket. A II. Világháború befejeztével, 1944 vége felé már a szovjet hadsereg előre nyomult nyugati irányba, és összegyűjtötték a férfiakat, 15 és 50 év közötti korúakat, valamint a nőket, 18 és 30 év közötti korúakat. Ez azt is jelenti, hogy akkor polgári személyeket hurcoltak el? Kimondottan polgári személyek voltak, mindjárt fogom is mondani, hogy kik voltak ők. Civil emberek voltak. 21 év volt akkor a kötelező katonai szolgálat, és az alatti személyeket férfiak esetében tanították, úgymond leventéket arra, hogy felkészüljenek a katonai szolgálatra, de ez nem volt harci cselekményre kiképzés, hanem az a szeretet irányába. Tehát először is a férfiakat szedték össze mindenféle ürüggyel, például olyannal, hogy be kell menni egy bizonyos helyre, ahol adnak egy igazolást azért, hogy ha jönnek a németek, akkor ne vigyék őket be a háborúba. Tehát egy ilyen mentesítő szöveggel vitték be a férfiakat. A nőket meg teljesen mindegy, hogy mivel, de azokra is szükség volt. Na most, ha látjuk, hogy a férfiak is, meg a nők is ebbe a kategóriába beleestek, akkor hát kimaradt otthon a családdal, a gyerekkel kimaradt otthon. Csak a nagyszülők, akik már 50 év fölöttiek voltak. Tehát ki lett, hogy mondjam, semmizve a család, és elvitték őket ezekre a hogy mondjam, majd később ugyanazt fogom mondani, hogy szörnyű helyekre. De az első szörnyű hely az volt, amikor ezeket az embereket bekísérték, jó részt szovjet katonák voltak civilben, és mellette volt egy kommunista, aki tudta, hogy a leventéknek kik a tagjai. Abból a névsorból összeszedték őket, és behajtották egy udvarba. Egy olyan nagy helyiségnek az udvarába, ahol elfért több száz ember, vagy pincébe, egy nagy épületnek a pincéjébe, oda begyűjtötték őket. Amikor már oda bekerültek, behajtották, hogy így mondjam, onnan már visszaút nem volt, semmilyen irányba. Volt egy eset, azt hiszem, a múltkor említettem, hogy egy fiatal 15 éves Keményfi Béla bácsi, most úgy mondhatnám, gyors futású volt, meglépett, kiszökött onnan, utána lőttek, és megsebesült annyira, hogy nem tudtak vele mit csinálni, de vitték tovább a vagonokkal. Tehát begyűjtötték azokat az embereket, akiket jónak találtak arra, hogy ott kemény rabszolgamunkával tegyék őket. Akkor gondolom, hogy nem is véletlenül, hogy ezt a korosztályt gyűjtötték be, a 15-től, igen. Aki a munkaképes embereket, persze voltak 50 év körüliek is, de inkább a fiatalabbakat vitték, mert azokra jobban lehetett számítani, hogy mit fognak tudni elviselni. Tehát civil közreműködéssel történt ez a begyűjtés, és elvitték oda azokba a helyekre. Nem volt kihallgatás, vagy nem kellett? Majd most következik, kérem szépen, arról jó, hogy tetszett kérdezni, begyűjtés. És akkor az első dolog az, hogy fölvették az adatait. Papírra, tintaceruzával írták, hogyha végül is valami pára vagy nedvesség éri, akkor is legyen, és ezt egy rosszul beszélő, általában ruszinőt hoztak magukkal, az volt a tolmács, aki azt mondta, hogy hát mondjon el minden adatot. És volt, aki nem nagyon akart semmit, és azt mondták neki, hogy kérem szépen, ha itt nem azt csinálja, és nem válaszol arra, akkor innen soha nem fog kiszabadulni. Megfenyegették, sőt, meg is verték, hogy mondjál, hogy mégis kijöjj meg, stb. Tehát egyfajta ilyen rövid adatgyűjtés volt, amivel elindulhatott ez az egész
rakomány, mert tényleg annak lehetett mondani, hogy ez nem egy személyes sétagalop volt, hanem aztán következett a vagonírozás. A vagonért, hát marha vagonokat készítettek elő erre a célra, ami azt jelentette, hogy az ablakokat bedeszkázták, bedroltozták, és a padlónak a közepén egy lukat alakítottak ki, ez volt nekik, tudnélik, a WC-jük. És egy vagomba 50-60 embert zsúfoltak be, tehát egy szállítmányi trént zsúfoltak be, jobbról, balról a luktól. Ott fekvő helyzetbe kellett nekik lenni, megmozdulni nem volt szabad, mert két fegyveres katona volt ott a lukkal szemben, és hogyha valakinek kellett elvégezni a dolgát, hát akkor ő adott engedélyt, és akkor csak annyi mozoghatott, amennyi éppen a kijutáshoz volt szüksége. Voltak itt már az innani elhajtás után egyből vittek Bécs-Bádenbelybe, és ott katonai bíróság ítélte el az 58-as számú szovjet paragrafus alapján. Ez mit jelentette? Ez azt jelentette, 17 féle alparagrafusa volt. Kém, összejátszott a szovjet hadsereggel, összejátszott ellensége volt a szocializmusnak, stb. Nagyon sok kitalált dolog volt, meg hogy a második világháborúból megszökött, és ellene fordult a szovjet hadseregnek, akármi. Hát ezek, akik még nem is voltak katonák, mindenfélét ráfogtak. Nem is tudták, hogy mit írnak le, mert oroszul volt leírva. És akkor tudta meg, hogy mégis milyennek az egész procedúrának a lényege, amikor befejezték, és akkor írja alá. Hát nem tudta, hogy mit ír alá, nem tudott oroszul, az a ruszin nő, aki ezt a dolgot próbálta fordítani, végül is azt mondta, hogy árulás, meg összeesküvés, ennyi szavakat talán csak tudott, de a vége az volt, hogy mennyi. Hát így mutatta, ez 10 év. Ha 2 mutatott, meg egy 5-öst, az 25. És a legrondább volt a halálbüntetés. A halálbüntetést megelőzhette esetleg egy kegyelmi kérvény benyújtása, de arra nagyon nem is volt szükség, az 2 napon belül végrehajtották, általában tarkalövéssel végeztek vele. Az előbbi részben volt a Völgyi Józsi bácsi, ugye, aki a magyar holokausztról írt könyvet, verseket, meg minden, ő halálra ítélték. Ezt említettem akkor is, és hát eljutott odáig, hogy sikerült egy kérvényben, és akkor 25 évet kapott végül is, nem végezték ki. Szerencsére meg is úszta az egészet. Úgyhogy a csalafinta begyűjtéstől addig, amíg eljutott a katonai bíróság, mert ez katonai bíróság volt, katonai bíróságig, addig ez a folyamat zajlott le. Na most ezt a mindenkiről készült egy jegyzőkönyv, a személyadatokkal mindennel együtt, meg hogy hány év, ez volt a legfontosabb, akkor ezt mindig vitték azzal a szállítmánnyal, amivel szállították őket aztán a Szovjetunióba. Ott aztán volt egy másik gyűjtőtábor, ami azt mondja, hogy az a második szállítás. Második szállítás, igen. Az már az a gyűjtés volt, amikor ugye az elítélteket szállították már oda, és akkor utána onnan osztották el mindenfelé, ahova gondolták, hogy szükség van ilyen kényszermunkatáborba. Na most a gulág kényszermunkatáborba elfogott embereket, azokat az Urálon túl, tehát ázsiai részre vitték, hurcolták, volt, ahol több hetes vagon szállítmány volt, és ezen az időszak alatt általában az idősebbek nem bírták a szállítást. Ez annyit jelentett, hogy ha meleg volt, akkor a hőségtől kapott gutát, vagy hideg, akkor megfagyott, és ez abban az esetben, hogyha nyílt pályán történt ez, amikor megállták, akkor ott a nyáron, akkor összegyűjtötték egy utolsó vagonba, és akkor vitték tovább, mert el kellett számolni a létszámmal. Ha tél volt, akkor kidobálták a hullákat, hogy így mondjam, és ott akkor a hóba ott hagyták.
És így akkor azért tudni kellett nekik, hogy ennyi vagon, ennyi ember, ennyi szállítmány, el kellett nekik ezzel számolni, mert ugye azt mondták az őrökre is, akik ezt az egész szállítmányt őrizték, meg vigyáztak, hogy meg ne szökjönek, hogyha valaki megszökik és nem tudják, akkor ő kerül oda be a helyére. Úgyhogy volt egy ilyen szökés is, majd azt hiszem egy következő lapon fogom tudni mondani. Itt Székesfehérvártól nem messze Dinnyésen megállt egy szerelvény. Majd vissza fogok térni rá a következő részbe, és akkor történt itt egy szökés, aztán majd befejezem akkor, az egyiket lelőtték, egy menekült meg, a másikat meg, a harmadikat meg elfogták. Azt is láthatjuk, hogy itt mondjuk voltak németek, szovjetek, igen, magyarok, tehát hogy vegyes náció volt. Vegyes náció volt, itt Magyarország területe lévőket erre Románia felé vitték. Hát akik csejeket, szlovákokat, meg lengyeleket, azt egy másik útvonalon vitték el, aztán amikor a második szállítás idején a lágerekbe elvitték, ott már összekeveredtek mindenki. Általában azt lehet mondani, hogy a németek azok, külön voltak. Azt nem nagyon keverték össze, ha csak véletlenül nem úgy jött ki a lépés. Mit mondhatnék még erről? Itt ebben az alsó sorban, igen, hát nem nagyon részletezném ezt a dolgot. Egyszerűen nem volt lehetőség arra, hogy ezt az elhuccarolás folyamatait valami módon, hogy mondjam, megússza. Nem volt rá, egyszerűen kibújhatatlan volt ez a dolog, és ebből adódóan aztán azt se tudták a otthon maradott kevés rokonság, ugye főleg az idősebbek, nagyszülők, hogy hová is kerültek. Ettől kezdve aztán addig, amíg 1953. november 25-ig visszajöttek, senki nem tudott róla. Az se, hogy... éle vagy halt? Az se, hogy se él, se hal. Most volt ez a gulák folyamataiba, most belevonnék egy kicsit a Málenki robotról, az a kisebb, azt mondja, hogy kicsi munka, Málenki robot, kis munka, akiket egy másik alkalommal ezt követően gyűjtöttek oda össze, azok már többnyire nők voltak, és azok 3-5 év múltán visszajöhettek. Azok más elbírás alá estek, és azokat nem vitték ázsiai részre, hanem az Uralon, innen úgy mondhatni, arra a területre vitték őket, és ott végeztek nagyon nehéz munkát. Kutatótársaim egy néhány helyen voltak is már, és beszámoltak erről. Van egy gyűjteményem. Hát gyűjteményem, mondhatom, hogy az enyém, mert én állítottam össze, bibliográfia. Ez több mint 30 oldal, 300 valahány könyv címét, a szerzőjét, kiadóját, stb. Sorolja föl, mégpedig a gulág, a Málenki robot és a milyen? Kényszer kirándulás. Ez egy kicsit furcsa dolog, hogy ezt a dolgot behoztam ide. De muszáj volt, mert kérem szépen, ugye is most gulágról beszélünk, említettem most a Málenki robotot, és volt egy harmadik, amiről nem nagyon tudunk, de igaz volt. Kérem szépen, 1956. november 4-e után is volt elhurcolás. Nagyon sok. Egy példát mondanék. A Veszprémi Egyetemről 94 hallgatót gyűjtöttek be, az ország többi részéről is, és több mint 150 körül ember anyagot gyűjtöttek össze, és hát akkor mindenféle szállító járműveken, nem olyan módszerrel, mint 44-ben, hanem hasonló. És ez elkezdődött november 4-e, 8-a után, és összegyűjtött egy nagy szállítmány irány Ukrajna, illetve hát igen, Ukrajna. És már az úton beígérték neki Szibériát. Hú, de bántotta őket, nagyon el voltak keseredve, és elindult velük, már mentek Ukrajnába is. Az volt a szerencséjük, ez így kell, hogy mondjam, hogy az ENSZ felfigyelt már arra, hogy mi történt a II. Világháború befejezése közepette, hogy nem-e most is embereket szállítanak, és rájöttek, hogy igen. És akkor eljutottak Stryi városáig, ott megállt a szerelvény, és akkor apránként ott, ez 56-57 február végéig hazaengedték őket. Hazaengedték. Átjöhettek a határon, és akkor ezek nyilvántartásban voltak, akiket bíróság elé állítottak, és a komoly büntetést
szabtak. Az egyik bajtársunk, az is ebbe a kategóriába került bele, mint veszprémi egyetemista, és hát őneki sikerült nem visszamenni a veszprémi környezetben, mert akkor már elfogták volna, ismerve, hogy onnan szedték össze őket. Na most érdekes a szituáció, ezt azért mondom el, mert erről nem tudunk. Sokan nem is akarták elhinni. Volt egy hasonló kiállításom Siófokon, és ott elmondtam, és mutattam is azt a nagy alakú könyvet, hogy Kényszerkirándulás ez a címe. Néznek, és látom az arcokon, hogy lehetséges ez. Nem szóltak semmit, és akkor ugye ez megjelent a városi televízió lapján, azt hiszem, még nem tudom máshol, igen, és akkor volt egy hozzászólás, hogy ő ezt nem hiszi el, hogy ilyen történhetett, olvasom. Megnézem második nap, harmadik nap, és figyeltem, hogy milyen hozzászólások vannak. És egyszer ugyanaz az illető, aki ezt mondta, hogy ő nem hiszi el, elment Veszprémbe, és az egyetemnél megkérdezte, hogy tessék mondani, tényleg volt ilyen? Igen, és akkor, uram, hát nyújjon ki, nézze meg ezt a táblát, itt van egy emléktábla ennek az emlékére. Itt van a jegyzőkönyv, hogy amikor visszajöttek ezek a fiúk, ezek az egyetemisták, akkor ők szabaddá tették, hogy nem végeztek semmiféle ellenséges tevékenységet, soknak így sikerült megmenekülni, és akkor megválaszolta, hogy igen, utána néztem, tényleg igaz. Nos, erről a háromféle dologról, ugye most a gulágnál hoztam elő, szól ez a bibliográfia. Persze, de természetesen nem csak könyvek vannak, nem csak könyvcímek és azoknak a szerzői van felsorolva, meg az, hogy milyen kiadó, hanem DVD-k. Én magam is jó néhány túlélővel készítettem interjúkat. Szalkai Zoltán, ő egy nagy fotós, és elindult a Szovjetunió azon részére, ahol voltak rabtelepek, és filmet készített róla, hogy mik maradtak még meg. Mert ugye 53 után felszámolták, és akkor ugye, amikor a Sztálin megdöglött, felszámolták ezt a dolgot, de még itt-ott voltak maradványok. Ugye kerítés maradt, drót, meg mindenféle. Néhol itt-ott megmaradtak olyan barakok, amik még nem mentek tönkre, de hát ugye az időjárás közepette a fából, meg ilyen paticsfalnak nevezik ezt a sár, meg veszélyből készült falak tönkre mentek. Azok, amik kőből készültek, mert ezek a paticsfalak, ezek a földszíne, hát földszínénél lejjebb készültek, és csak egy része volt kéne a földön kívül, és utána volt rá ilyen szalma, zsup, mit tudom én, szintén veszőből készült tető. Ezek úgy tönkrementek, de amit kőből, vagy erősebb, nagyobb faanyagokból rajta, azok megmaradtak. Erről való fényképek vannak is, azt hiszem, a gyűjteményemben, amit a csehek egy légi felvétel kapcsán sikerült nekik megmenteni. Mi maradt meg belőle? A körítőfalak és a kémény. Az kőből volt. De ezeknél a paticsfalból készült, ott szinte nem is nagyon engedtek ki semmi meleget, mert nem volt akkor bent olyan meleg, hogy azt túléljék azt a külső hideget. Tehát ebből áll össze. A kutatótársaim közül nagyon sokan foglalkoznak ezzel a dologgal. Egy néhányat említelék, dr. Stark Tamás, ő volt az első, aki feldolgozta ezt a dolgot. Most a Magyar Tudományos Akadémiánál dolgozik. Akkor a másik nagyobb gyűjtő, kutató kollégám, a dr. Bognár Zalán, ő már azt a többi korszakot és a Málenki robotot is nagyon jól feldolgozta, most is folyamatosan dolgozza. Most ott tart a legutóbbi, hiszem, november 25-én voltunk a parlamentben egy nemzetközi gulágkutatók társaságának a kongresszusán, és azt mondta, hogy ugye a létszám, vagy a magyar létszám kb. 800 ezerre tehető volt, és azt mondja, ilyen kérdőjellel, hogy már valószínű, hogy az 1 milliót is eléri, mert az újabb kutatási eredmények más adatokat hoztak be. Sajnos ez a létszám mindig csak fölfelé megy. Tehát ő neki elég sok könyve megjelent ebbe, és mindig is fejleszti az új kutatási
anyagokkal. Szintén még egy magyarországi, a német kör, aki az ilyen, hogy mondjam, kirándulásokat, de inkább a helyszín felmérésére utaztak el, még csak európai területen, mert Uralon túlra nem jutottak el, csak talán két helyre, és ezek is azok voltak, ahol második világháborús események voltak, és ottani úgy mondták, hogy ezek hadifoglyok voltak, ezek a gulág emberek. Tehát a Szovjetunió úgy könyvelt el, hogy ez a háborúnak a hadifoglyai, pedig ezek polgári emberek voltak, nem katonák voltak. Úgyhogy persze voltak katonák is, akiket abból volt a legkevesebb, azokat 48-ig hazahozták 50-ig. Nos, hát hazai viszonylatban őket tudnám, persze van erdélyi származás, vagy Erdélyben is van, ott is van két kutatónk, Muradin János, akkor a Benkő Levente, és Kárpátaljáról dr. Dubka György, aki egyben író is, költő is, és ő az a nagy kutatója, ami feldolgozta elsősorban azokat a helyeket, ami a környezetében van. Egyet említenék. Ha valaki el tud menni akár turista úton Kárpátaljára, Szojva, ez a név, ez egy nagy gyűjtőtábor volt. Több ezer ember halt ott meg, mert ott is gyűjtötték még a szlovákokat, a cseheket, a lengyeleket, és azokat összegyűjtötték, meg a kárpátaljaiakat is. Ezeket ott gyűjtötték be Szojván, és kitört egy nagy flektífusz járvány. Hát ott egyszerűen nem tudtak mit csinálni, ott hullottak az emberek, és ott tömeggödrök voltak, hosszú árkok, amiben elhantolták, hát amennyire sikerült. Volt alkalmam ezt a szojvai emlékparkot megtekinteni, ezt a Dubka György vezetésével, pontosan az ő kezdeményezésével és az ő munkája kapcsán állították össze. Kérem szépen, ott 50 cm széles körülbelül ilyen márvány táblák vannak, de sok, vagy 30, talán több is, és az tele van írva nevekkel. És amikor ezt létrehozták, akkor hagytak egy vagy másfél tartalék táblát, amire nem írtak semmit. De amikor ott voltam, azt hiszem 2000, hányban lehetett az? 12 táján, alig, ha nem, akkor már az is tele volt. Tehát nagyon, nagyon sok olyan embert sikerült, hogy így mondjam, feltárni, akik ott a nyilvántartást kapnak. Ott nem tudták őket tovább vinni. Nos, tehát gyakorlatilag most a mai ebben a dologban odáig jutottunk el, hogy az elszállítás folyamata addig, amíg aztán nem kerültek egy végleges lágerbe, ahol aztán ugyan megint más-más helyre vitték el őket. Ezen a táblán ugyan nincs, de az előzőn, meg majd a következőn lesznek olyan könyvek fényképei, amikben különféle dolgokat fogunk tudni idézőjelként mellette megjelentetni. Ezt a táblát elviszük a székesfehérvári szénatéri könyvtárba, ott meg lehet találni az előzőeket is, meg lehet találni ezt is, meg majd a következőket is, és az ehhez tartozó könyvanyagot is, nem ezt a 300, valamit, annyit nem szedtem össze, de ami nekem a könyvtáromban, annak egy része ott van, de ehhez kapcsolódóan ott meg lehet találni, és akkor ott közelebb elolvashatja ezt, megnézheti azt, ami ott benne van, azokat az idézeteket, amit a könyvből kimásoltam, megismerheti, el is kölcsönözheti onnan azt a könyvet, hogy tudja, hogy mi van még benne, azon kívül, amit én ott előhoztam. És akkor most ott tartunk, hogy akkor jövő pénteken látni fogjuk az ötödik tablónkat, és az ötödik részt ebből a 10-ből.